Köszöntöm nézőinket! Önök a Régió Televízió Esztergom rendkívüli híreit látják. Az emberek többsége figyelembe vette a szigorú korlátozásokat a hosszú hétvégén. Ezt az operatív törzs is megerősítette április 14-i sajtótájékoztatóján. Az ellenőrző pontokon is azt tapasztalták a hatóság emberei, hogy a kirándulók fegyelmezetten és együttműködően betartják a járvány miatt kialakult kijárási szigorításokat. A Dunakanyarban több önkormányzat is úgy döntött az elmúlt hétvégék tapasztalatai miatt, hogy elzárja saját települését a kirándulók elől a négy napos hosszú hétvégére. Piris Szentkereszten szórólapokat is osztottak a dobogókőre kirándulóknak, melyben a Maradj Otthon kampányra hívták fel a figyelmet. A településen az önkormányzat megtiltotta a parkolást és a szabadidős sporttevékenységeket is. Most pedig jöjjenek a táblázataink, melyben az április 14-i adatok alapján mutatjuk a térségben elrendelt házi karanténok számát. Érkeznek a táblázataink. Dorogon 12, Tokodon 10, Csolnokon 8, Nyergesújfalun 7, Sárisápon 5, Bajnán és Bajóton 4, Lábatlanon, Piliscséven, Süttőn és Táton 3, Pilismaróton 2, Annavölgyön, Mogyorósbányán és Nagysápon pedig 1 hivatalosan elrendelt járványügyi megfigyelésről tudnak. A többi településen vagy lejárt már a kéthetes időszak, vagy pedig nem tudnak ilyen intézkedésről. Esztergomról friss adat jelenleg nem áll rendelkezésünkre. A koronavírus.gov.hu adatai szerint Komárom Esztergom megyében 20, Budapesten 732, Pest megye területén pedig 220 fertőzött van. A mindennapi hősöknek készítettek köszönet táblák a Csolnokon. Kántor Gabriella jelenleg gyesen lévő mentőtiszt és Binerné Varga Hajnalk, a helyi képviselő, aki szintén az egészségügyben dolgozott, úgy döntöttek, ezzel a kedves gesztussal köszönik meg a veszélyhelyzet alatt is dolgozók munkáját. Az elkészült köszönet táblák a település számos pontjára kikerültek, a pékség, a gyógyszertár, a zöldséges, a posta, a hivatal, a polgárőrség, iskola, óvoda és a panzió épületeibe. Az önkormányzat hivatalánál lévő kerítésre, valamint a község buszvárolóiba pedig színes táblákra írt bíztató és pozitív üzeneteket tettek, hogy ebben a rendkívüli nehéz embert próbáló időszakban ne felejtsük el a jó dolgokat sem magunk körül. Előkapták a tömlőket a tokodi és a sárisápi önkéntes tűzoltók is húsvét hétfőn. A lánglovagok rendhagyó módon locsolkodtak a kialakult rendkívüli járványügyi helyzet miatt. A Komárom-Esztergom megyei települések többsége ugyanis nagy hangsúlyt fektet a hagyományőrzésre, a jeles napok felelevenítésére. Nem éppen a hagyományos módját választották az önkéntes tűzoltók a húsvét hétfői locsolkodásnak a Komárom-Esztergom megyei Sárisápon. A tűzoltók nem kímélték a településen élő asszonyokat és lányokat, bőv és sugárral locsolták meg a hölgyeket, hogy nehogy elhervadjanak. Szeretnék nem elhervadni, azért álltam ide ki az út szélére, figyeltem a tűzoltóknak a felhívására, és vártam őket szeretettel. Az önkéntes tűzoltók közösségi oldalukon hirdették meg a húsvét hétfői locsolkodást a szigorú járványügyi szabályok betartásával, melynek nagy sikere volt. Az ötlet az onnan jött, hogy próbáljuk tartani a hagyományokat, hogy ápoljuk ugyanúgy továbbra is, viszont ugye ez a nehéz vírusos helyzetbe próbáltuk az embereknek mondani, hogy mégis maradjanak otthon, de meg legyenek locsolva, és ezért találtuk ki hirtelen felindulásból ezt, hogy tűzoltókkal messziről meglocsolva a lányokat, nehogy elhervadjanak. Vegyetek piros tojást! A lányok leleményes megoldásra hálálták meg a rendhagyó locsolkodást. Tokodon sem maradtak szárazon a leányok, sokan népviseletbe öltözve várták a locsolkodókat. A község kisbírójával konzultálva arra döntésre jutottunk, hogy a helyi önkéntes tűzoltók segítségével fogjuk körbejárni településünk hölgyeit, asszonyait, és így a megfelelő védelmi távolságot betartva fogjuk őket meglocsolni. A rendhagyó locsolkodásnak Tokodon és Sárisápon is nagy sikere volt. A települések tűzoltói még azt sem zárták ki, hogy hagyományt teremtenek, és jövőre is megismétlik a tömlős locsolkodást.
Szakemberek szerint egyelőre nincs még arra bizonyíték, hogy a BCG oltás, amit a tuberkulózis megelőzésére adnak csecsemőkorban, megóvná az embereket a koronavírusos betegséggel szemben. Ezt nemrég az Egészségügyi Világszervezet közölte. A WHO arról számolt be, hogy két kutatás középpontjában is a kérdés tisztázása áll, de amíg nincs bizonyítva, hogy az oltóanyag hatásos lenne a COVID-19 ellen, addig nem javasolják a vakcinák felhasználását. Korábban amerikai kutatók álltak elő azzal az elmélettel, hogy a gyerekkorban kapott BCG oltás lehet a kulcsa, hogy bizonyos kelet-európai országokban alacsonyabb a fertőzöttség, és erre kutatást akarnak alapozni. A témáról Müller Veronika egyetemi tanár, pulmonológus is beszél a hamarosan következő Háttér című műsorunkban. Elkészült a 3D-s zebra dorogon az iskola utcában, a különleges útburkolati jel a baleset megelőzés szolgálja majd, mivel az utcában rendszeres a gyerekforgalom, ugyanakkor az elmúlt időszakban a sebesség túllépés is jelentősen megnőtt. A kivitelezőt a dorogi baleset megelőzési bizottság kérte fel a munkára. Az egyedi 3D-s gyalogátkelőt már külföldön is számos országban alkalmazzák, így például Izlandon, Franciaországban, Ausztriában és az Egyesült Államokban is. A kivitelező azt ígéri, hogy az új útburkolati jel nem csak különleges, de tartós is lesz. Igen, masszív, tartós kivitel, és azt mondom, hogy nagyjából 3 évig szerintem hozzá sem kell nyúlni. Még egy oldószeres fújt gyalogátkelő helyez szinte 7-8 hónap után már újra kell fújni. Most a színekről annyi, hogy ezek egyedileg kevert színek. Dankó Kristóf úr, a városi főépítész dologon választotta ki a színeknek a nagy részét, és az ő kérésére külön egyedi színeket használtunk. Folyamatosan hétköznapokon 19 órától jelentkezünk a járványügyi helyzettel kapcsolatos rendkívüli híreinkkel. Kövessenek minket a honlapunkon a www.rtve.hu címen, illetve közösségi oldalunkon, valamint adásban is. További szép napot kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!